Szeptember 27-e a turizmus világnapja. Ezen a napon a vendégek és a turisztikai szolgáltatók, valamint a vendéglátásban dolgozók együtt ünnepelnek, és felhívják a figyelmet a szektor társadalmi, kulturális és gazdasági értékeire. Hajdúszoboszlón a Turinform iroda várostörténeti sétával várta a látogatókat. Hajdúszoboszlónak két központja van, ahol most állunk, ez a turisztikai vagy idegenforgalmi központja a településnek, ami ugye egyértelműen a fürdő révén jött létre, és emellett megmaradt a városnak a történelmi központja, vagy közigazgatási központja, az a belvárosi része a templomokkal, meg a városházával. Tehát ez már eleve egy ilyen város szerkezeti jellegzetessége ennek a településnek. A turizmus világnapján Nagy István mutatta be Hajdúszoboszló nevezetességeit. A több állomásos ismertetés a Turinform irodánál kezdődött Pávai Vajna szobrától nem messze. Pávai Vajna Ferenc geológusnak a kutatásai alapján feltört itt 1091 méter mélyről a 73 fokos gázos hévíz. Érdekesség, hogy mintegy egy éven keresztül kőolajat kerestek, ehelyett azonban gyógyvizet találtak Hajdúszoboszló alatt. Összesen 317 fúrónapot töltött itt Pávai Vajna Ferenc, valamint Faller Gusztáv mérnök a munkatársaival, amíg végül is feltört ez a hévíz, és hát ugye ők se hévizet kerestek, hanem szénhidrogének után kutattak, tehát elsősorban azt remélték, hogy kőolajat és földgázt fognak találni. Ilyen értelemben ez csalódottságot jelentett nekik is, meg hát valljuk be, hogy a város vezetőinek is, hiszen jóval nagyobb jövedelmet reméltek volna akkor, hogyha itt valóban egy kőolaj és földgáz lelőhelyre találnak. Ez nem valósult meg, viszont így is a hévíz ugye megalapozta a városnak a jövőjét. A gyógyvíz felfedezésének története után a csoport megkezdte útját a szélfákaján a belváros felé, hogy megismerjék a fürdőváros helyi értékeinek történetét. Az út a görög katolikus templomba vezetett, ahol Fekete András a képfal fontosságáról beszélt. Az ilyetén ábrázolásnak, ami ezekben a templomokban van, nem az a lényege, hogy fotószerűen adjon vissza ilyen, vagy ilyen természethűen adjon vissza bizonyos dolgokat, hanem hogy összekapcsolva a tudást és a látványt kialakítson egy képet, és elindítsa a gondolatsort valamilyen irányba. Hát legfőképpen ez egy spirituális iránya, az Isten irányában vezető út. Az érdeklődők ezután folytatták útjukat. Megismerték Hajdúszoboszló hősét, Bocskai Istvánt is. Ugye említettem, hogy Bocskai István telepítette le a hajdúkat itt Hajdúszoboszlón. Majd a Bocskai Múzeumban lehet látni, hogy 200 évvel ezelőtt a város előjárósága egy egész alakos bocskai festményt festett, egy dorogi piktorral, éppen azért, hogy megörökítse a fejedelem emlékét és életben tartsa. Azonban ez kevés volt. Szükség volt arra, hogy legyen egy köztéri szobor Bocskairól, egy egész alakos köztéri szobor itt Bocskairól a városban. Először ennek a II. Világháború után érezte szükségét a városvezetés, akkor a debreceni Megyesi Ferenc szobrászművésszel indultak meg a tárgyalások, és el is készült egy tanulmány, egy kisméretű szobor, ami Bocskait egy bölcs államférfiúi pózban ábrázolja. Ezt majd, ha valaki megnézi a Bocskai Múzeum helytörténeti kiállítását, akkor ott láthatja ezt a szobor tervet. Majd a hősök terén kiállított Medgyesi Kovács Gyula festményt ismertették. Nagy István elmondta, hogy részben a város történetét mutatja be. Alkotások meg látványossága a főtérnek, Medgyesi Kovács Gyulának a nagyméretű kültéri festményei, amit ugye pannónak hívunk, ami hősök teréhez kapcsolódva elsősorban a város történetéből vett epizódokat mutatja be, a török elleni küzdelmeket, akkor a Bocskainak az adománylevél átadását, Pávai Vajna Ferencet, valamint a város jellegzetes építészeti emlékeit örökíti meg. Séta közben a város mellett a református egyházközség munkásságát is egy teljesen új oldalról ismerhették meg a túrázók.
Az egyházközségünknek van egy jelképe, és ez a jelmondata a Bibliából, az ember lelke az Úrtól kapott mécses, és a jelképünkben ez a bibliai alapvetés rajzolódik ki. Az ember lelke az Úrtól kapott mécses, felismerhető bal oldalt a torony klasszicista vonalvezetése, jobb oldalt pedig a lánglelkűség és a megújulás vágya. Én magam a negyedik évemet fejeztem be itt az egyházközségnél, fiatal lelkipásztor kollégákkal, és mindig keresjük a megújulás lehetőségét. Ezt tükrözi ez a jelkép. Ugye az innováció és az új struktúráltság az egy fokmérője a mi gyülekezetünknek, és több irányú missziót folytatunk idősek és fiatalok felé, valamint megpróbáljuk elérni azokat az embereket is, akik nem kötődnek az egyházközséghez. Az emlékművek mellett mind három templomot, mind kulturális emlékhelyeket is megismerték. Viszonylag késői a római katolikus közösségnek a megjelenése itt Hajdúszoboszlón, hiszen Mária Terézia rendelete nyomán jött létre itt az első katolikus közösség az 1780-as években, és előtte még 1776-ban fejeződött be a templomnak az építése. Ugye ez egy egyhajós templom, és az egyik jellegzetessége az, hogy ugye amellett, hogy ugye Szent Lászlónak a tiszteletére emelték fel, annyit még megemlítek, hogy a középkorban természetesen, mint a reformáció előtt minden településen, itt Hajdúszoboszlón is állt már korábban egy katolikus templom. A Bocskai István Múzeumban pedig a tárlat létrejöttéről, annak az alapjairól beszélt Nagy István. Amikor dr. Juhász Imre gimnáziumi történelemtanár vezetésével megindult ennek a múzeumnak a gyakorlatilag az alapkő lerakása, ami egyet jelentett azzal, hogy elkezdték gyűjteni a diákok, dr. Juhász Imrének a diákjai a múltnak az emlékeit, tárgyi emlékeit. Már kezdettől az volt az ötlet, hogy az itt kialakítandó múzeum majd Bocskai Istvánnak a nevét viselje, a hajdúk jótevőjének a tiszteletére. És éppen ezért már akkoriban is, és azóta is folyamatosan azon vagyunk, hogy a névadónkkal kapcsolatos tárgyakat összetudjuk gyűjteni. A várostörténet a helyi és az itt pihenő vendégeknek is kiváló lehetőség arra, hogy egy másik oldaláról ismerjék meg Hajdúszoboszlót. Többen már korábban beregisztráltak a programra, de voltak, akiket a véletlen hozott erre az útra. És véletlenségből bement az információs irodába, és egy térképér, és akkor mondta a kis hölgy, hogy másnap van ilyen túra, és ténylegesen legregisztráltunk, és akkor nagyon csodálatos, érdekes, itt a templomoktól kezdve a református templom is egy tényleg csodálatos, gyönyörű, ilyen segítőkészek az emberek, aranyosak, úgyhogy nem lehet eltévedni se. Hát ez a múzeum az gyönyörű, mivel a Bocskai, ez a koronája minden, úgyhogy tökéletes. Nem is óriási nagy élmény volt végig sétálni ezen a várostörténeti sétán, és számomra is adtak olyan új dolgokat és új információkat, amit eddig nem tudtam ezekről az építményekről, és nagyon tetszett mind három templom és a múzeumban is. Különösen örülök annak, hogy a városban is szerveznek hasonló jellegű rendezvényeket, illetve sétákat, valamint a Turizmus Világnapja alkalmából ezt a vendégeink és helyi lakosaink számára is lehetővé tették, csak gratulálni tudok a Turinform irodának ehhez a kiváló szervezéshez, és az idegenvezetőnek is a lebonyolításhoz. A túra a fejedelmi kincstár épületében ért véget. Itt a hajdúkat Szoboszlóra telepítő Bocskai István erdélyi fejedelem koronájának és jogarának nemes és hiteles másolatával ismerkedett meg a csoport. Bocskait az iskolába tanultuk, meg olvastunk róla, de itt személyesen megnézni a kincseit, ez szerintem olyan presszionante, olyan élmény volt, egy kicsit olyan izgalmas, hogy ez nekem nagyon tetszett. Valóban. Köszönöm szépen a lehetőséget, mert ezt szerintem ajánlom, hogy más is megnézze, mert ez tényleg fantasztikus. Hát meg a Bocskai szobor és a hajdú, aki előtte áll, pillanatra, hogy beléptem ebbe a helyiségbe, valóban úgy gondoltam, hogy ez mintha élne mai napság. Annyira tökéletes.
megfagyott bennem a vér, annyira szép. És úgy végigolvastam a falon a részletes leírásokat, egy kicsit még ha oda is képzeltem magam abba a korba. Nem tudom, de kicsit képzelődős is vagyok, de nekem ez mind az egész nagyon tetszett. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy egyre nagyobb az érdeklődés a turizmus világnapján tartott városismertető sétára. Én úgy láttam, hogy érdeklődők voltak. Eljöttünk egészen a Bocska István Múzeumig, ahol megtekinthették a Fejedelmi Kincstár című vadonatúj kiállításunkat, és mindenki pozitívan nyilatkozott erről a város nézősétáról. Magába a város is nagyon tetszik, de ez a túra kimondottan jó ötlet volt, mert megnéztük itt a városnak a jellegzetes dolgait, tehát, szóval a múzeumot, templomokat, nagyon tetszett, ez a túra, ez komolyan mondom, hogy egy fantasztikus jó ötlet. A hajdúszoboszlói Turinform évek óta szervezi ugye itt helyi szinten is a turizmus világnapjának a megünneplését. Az ENSZ világszervezetének kezdeményezésére hozták létre ezt a turizmus világnapját. Ez lényegében arról szól, hogy a helyiek, a turisták és a turizmusban dolgozók együtt közösen hívják fel a figyelmet arra, hogy milyen fontos a turizmus, és együtt ünnepeljenek a turizmus világnapján. A mai napon úgy gondoltuk, hogy Bocskai István nyomába eredünk, és ennek a tematikáján egy városi sétát szerveztünk meg.